nálunk a középső ajtó mellett is, ugye ezeket a típusú szivartartókat láthatja. Itt az volt a lényeg, hogy amikor átadták az épületet, ugye az első országgyűlés 1902-ben tartották, 1904-ig még azért díszítették a részleteket, de már folytak a ülésre. Általában szivartak, aki dokumentokhoz inkább szivartott, de a ülésterületben kíros volt, itt a folyosó engedték, elhelyezték a számokat, szivartartókat, mert itt lehetett lerakni a már megjövő szivart úgy, hogy belentett után nem is készült a szám szerint vissza találni a már megkezdett szivarhoz, mert a szónok sikere ott kezdődött, hogy meghallgatták, hogy mit szeretne mondani, és egy ragyogó szónok hosszan tudott beszélni, ami egyébként fizikailag is teljesítmény volt, mert nem volt mikrofon, és bár ragyogó az akusztika, azért mégiscsak hosszú idő, amíg egy szivar kialszik, de itt inkább a mondani valóról volt szó, mint a fizikai teljesítményről, inkább a szellemi teljesítményről, hogy le tudta kötni a hallgatóságát egy szónok addig, amíg a szivar kialszik végig, akkor azt mondták, hogy a szónok még egy hatalmát is megjött. Ugyanis miért jöttek, már csak a kialszik szivarok voltak itt, ez volt a szónok sikere, és azt mondok, hogy azt nem volt még egy, hogy hát van már jöttek. Köszönöm, hogy értelemben.